Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Zeneköltők Társasága címmel adott koncertet a Pannon Filharmonikusok a Költészet napján. A zenekar ezen az esten csak magyar szerzőktől játszott műveket. A zenei blokkok mellett verseket is hallhatott a közönség. Liszt Ferenc Faustjából játszott részletet a Pannon Filharmonikusok. Az Éjjé menet című epizóddal kezdődött a Költészet napján megrendezett koncert. A hangverseny a Zeneköltők Társasága címet viseli. Ezen az esten kifejezetten magyar szerzőktől csendültek fel darabok. A Pannon Filharmonikusok sem feledkezhet meg arról, sőt, örömmel csatlakozik a társművészetekhez, és igyekeztünk olyan zeneműveket válogatni ma estére, amelyek irodalmi indítatásúak. Tehát egy szöveg van a hátterükben, vagy legalábbis egy olyan irodalom, amely megiklette annak idején az zeneszerzőket, és írták meg a műveiket. Ez jellemzően így is van a ma esti koncertanyagában, de még ezt is kiegészítettük, hogy azért valóban hangozzanak el költemények, és vers is felhangzik majd a zeneművek között. Két kiváló szónok, színész vonatkozásában, egyrészt Eprés Attila, az Örkény Színháznak a színművésze szaval majd verset, illetve Pécs fiatal reménysége, László Rebeka, aki nagyon sok szavaló versenygyőztese. Na de visszakanyarodva a zeneművekhez, tulajdonképpen egy magyar est kanyarodott ki ebből az estéből, hiszen Lisztet játszunk, a legemblematikusabb műveinek egyikét, a Tasszót például, de aztán játszunk Bartókot, és játszunk Kodály Zoltánt. Mindenkinek van egy apró érdekessége, sőt, Bartók esetében azt nagyon izgalmas megemlíteni, hogy a Brácse versenyről van szó, amelyet tulajdonképpen megrendelésre írt Bartók Béla, ugyanakkor nem tudott befejezni. Sajnálatos halála megakadályozta ebben, és tulajdonképpen vázlatok maradtak fönn ebből a műből, és később más zeneszerzők fejezték be. A ma este abban különleges ebben, hogy egy új befejezést hallhatunk, egy új szerkesztési elvet hallhatunk, hiszen pár évvel ezelőtt hozzányúltak újra ehhez a műhöz, és egy átstruktúrált, dramaturgiában megújított zeneműről van szó. Magam is rendkívül izgatott vagyok, és kíváncsi, hogy a Whitefield-i közönségünk közül hányan ismerik fel a változtatásokat ebben a zeneműben. Szűcs Máté az ősbemutatónak, hiszen tulajdonképpen arról van szó, vagy legalábbis világpremiérnek a szólistája, akit Pécset most hallhatunk először. Hát ugyanakkor, ahogy mondani szakás, a zenei világ tetején éli a mindennapjait, a Berlin Filharmonikus Zenekarnak a szóló brácsistája, illetve a Genfi Zeneakadémia professzora. Szóval egy nagyon nagy szabású költészetnapi hangversenyre kerül most sor. A végeredmény mindenképpen a karmesternek az innovációja és az ő műveltségét tükrözi. Hámori Mátéról van szó, aki a Danubia zenekarnak a zeneigazgatója a hétköznapokban, és az ő zenekarára egyébként is jellemző ez, hogy nagyon-nagyon gyakran dolgozik együtt társművészetekkel. Szóval Máténak ez nem okozott problémát, és nyilván a közös diskurzusban ez szépen kialakult. De miért is nem nehéz? Hát alapvetően azért, mert azért a zeneszerzők nagyon-nagyon művelt emberek, voltak a régi korban, és ez ma is így van, akik alkotóművészként természetesen napi kapcsolatot ápoltak festőkkel, irodalmárokkal, írókkal, költőkkel. Elég, ha csak, és a végtelen a sor, tehát hogyha már erre gondolunk, a dalciklusaira is, valóban végtelen a sor, minden egyes zeneszerzőnek megtalálhatók azok a műveinek, valóban szöveg alapú. A koncerten a zenei blokkok között verseket is hallhatott a közönség. A költeményeket többek között az ismert színész, illetve szinkronszínész Epres Attila előadásában élvezhették a résztvevők. Ó, csalogány, te drága szóvé! Zenédre gyönyörtől borzongált minden levélke. Vágyódva, s forró a tavasz tünékeny alakjait, így tartod ébren éjjel. Az édes órák még nem szöknek el még, hogy boldogságuk át ne szenderegjék. De Faust az éjben nyargal csak tovább, sötétkedvén remegve nem hat át, csodálatos százhapja a tavasznak. Kószálad már lova kedvére, végén az út hosszán, friss szálerdők szegélyén.
János bogárkák fénye gyulladoz csak, fölvillantván az ösvényt, s néha fent egy eltévedt csillag sugár dereng. Amint az erdő sűrűjébe ér, mind távolabb, s elcsengve hallik által a patakzúgás és a csalogánydal, mind halkabb lesz az ágak közt a szél. A Pannonfilharmonikusokat ezúttal Hámori Máté dirigálta. A karmester szerint van különbség magyar és külföldi zeneszerzők művei között. Különösen mondjuk a Kodály mű, ami magyar népi elemeket is tulajdonképpen használ, és azokat a speciális ritmusokat, amiket talán mi egy picit jobban érzünk és értünk, mint a más régiók zenészei. De alapvetően ugyanaz, és ez a szép a zenében, ez egy nemzetközi nyelv. És az a különbség a zene és a költészet között pont, hogy nincs szükség fordítóra. A fordító mi vagyunk, a zenekar, az előadó művészek, a karmesterek, akik lefordítjuk a kottának a halott anyagát a hallható szépségekké. Ilyen szempontból könnyebb zenét előadni, mint mondjuk verseket, de hát ugye ma este verseket is fogunk hallani, és ezen a csodálatos nyelven, ami tényleg azt hiszem, hogy egyedülálló a világon a maga gazdagságával és a különleges hangzásával a magyar. Főleg a Kodály műben, de a Bartókban is nagyon. Lehet érezni azt, hogy már ugye egy csecsemő, mikor magyar csecsemő, egy idő után lehet hallani, hogy magyarul gügyög. Ez azt jelenti, hogy a ritmusok, amikben beszél, a hanglejtés, az egy nagyon specifikus magyar hanglejtés és magyar ritmika, és ez a ritmika visszaköszön ezekben a zenékben is. És ezért valahogy tényleg közelebb érzi az ember automatikusan magához ezeket a zenéket, hiszen gyerekkorunk óta ezekben a ritmusokban, ezekben a hangzásokban élünk, mert a nyelv és a zene valahol nagyon hasonlít. A zene ugyanúgy működik, mint a beszéd, ugyanúgy működik, mint a nyelv. Tehát ugyanaz a lejtése van, és nekünk zenészeknek az a feladatunk, hogy minél beszédszerűbbé tegyük a hangokat. Végül is ugyanarról akarunk beszélni, akár az ecsettel, akár hangjegyekkel dolgozunk. Tehát valahol az emberi léleknek azokat a húrjait, amik sokszor porosak már, mert ritkán szólalnak meg, vagy a hétköznapok sok nyűge miatt nem nagyon játszunk rajtuk, de mi azért vagyunk, hogy ezeket rezgésbe hozzuk, ezeket a húrokat, és ezek a húrok ugyanúgy rezonálhatnak egy jó regényre, egy szép filmre, vagy egy gyönyörű festményre, mint egy koncertre. Úgyhogy azt gondolom, mindig jó kezdeményezés, amikor a különböző testvérművészetek össze tudnak jönni egy ilyen koncerten. És hát a költészet és a zene különösen közel áll egymáshoz, mert mind a kettő nagyon kompakt, rövid módon próbálhatni az emberre. Sokszor a költészet sem fejti ki, hogy mi van a mélyben, a zene sem mindig magyarázza meg saját magát, és mégis talán a legszebb és a legkompaktabb üzeneteket az irodalomban is a költők tudták megfogalmazni, mint ahogy a zenében azok a zeneköltők, akiktől ma este játszunk. Költészet napi barangoláson vehettek részt mindazok, akik Pécs belvárosában szerettek volna megemlékezni József Attila születésnapjáról. Április 11-én a Magyar Költészet napján minden korosztálynak szóló, több helyszínen zajló versfelolvasásokat hallgathattak az érdeklődők a Literatúra folyóirat szerkesztőségének szervezésében. Aranyos lapájgója hír, áramló könnyűségű rét. Ezüst erővel ráz a nyír egy szellőcskét, és leng az ég. Ez a helyszín már a délután 5 órai eseményt mutatja, és a Széchenyi téren zajlik. A különböző korosztályt megszólító programon a Literatúra folyóirat több szerzőtársa is közreműködik. A program ötletgazdája, szervezője, moderátora és a folyóirat főszerkesztője Hajnal Éva. Az irodalom felkarolása teljesen természetes a mi számunkra, mint literatúra számára. Viszont ezt az egész történetet én 9 évvel ezelőtt kezdtem itt a városban. Azóta van egy drámacsoportom, gyerekekből álló drámacsoport, akikkel minden költészetnapján, minden magyar költészetnapján jártuk a belvárosnak a tereit, és a buszokon is mondtunk verseket, nagyon nagy örömmel. Egyrészt azért, mert szerettük volna azt, hogyha a szomorú emberekből mosolygós emberekké válnak a járókelők, meg a buszok utasai. Másrészt pedig nyilván, és leginkább azért, hogy az irodalomhoz közelebb kerüljenek a gyerekek,
Nekem ez volt a legalapvetőbb célom és szándékom, meg hát minden ember. Főleg a kortárs irodalmat népszerűsítik, vagy együtt, vagy úgy választanak verseket, hogy a szülőket is bevonják. Ilyenkor mindig megbeszélik, melyik kortárs vers tetszik nekik a legjobban. Szívesen választanak pécsi kötődésű költőt. Ezt a programot már 9 éve szervezi Hajnal Éva, mint a drámacsoport vezetője. És hát ma érdekes volt ez az egész nekem, mert azon gondolkoztam el, hogy eddig nem jutott eszembe, csak most először a 9 év alatt, hogy ugyanezt pécsi költőkkel is meg lehetne valósítani, és mindenki elmondhatná a saját versét Pécs utcáin, és a járókelők meg valószínűleg ugyanannyira nagyon örülnének ennek, és ez egy színfolt lehetne a város életében, hisz a kultúra városa vagyunk erősen. Nagy Bandó András saját költeményét adta elő. Ős titok. Azt mondta minap egy gyermek, tudós könyveket tett tűvé, de a könyvek sem feleltek, hogyan lesz az ember költővé. Választ arra sem talált még, hogyan szenvednek, szeretnek, s arról sincs semmi emlék, hogyan születnek a versek. Minden vers poéta ős titok. Íródik a régen megvolt. Lelkében ott az ősi ok, a még kell, és az elég volt. Régóta hord magával egy könyvet Nagy Bandó András, egyetlen olyan, amelyben mind a három költő, József Attila, Ady Endre és Radnóti Miklós művei is szerepelnek. Számára ez a három költő óriás szinte mindent jelent. Ha valami mondjuk még emlékeztethet minket a nagyon nagy óra, ugye a három tenor, akiket együtt emlegetnek, na ők a mi három nagy tenorunk, az irodalmár nagy tenorjai, akiknek a szava, amíg Magyarország és a magyar nyelv létezik, megmarad. Szóval születtek azóta is nagy költők, születtek nagy versek, és gazdagok vagyunk a költészetben. Ezt csak a nyelvünk akadályozza meg, hogy világhíressé legyenek, mert annyira egyedi a nyelvünk, nehéz visszaadni, és ilyenkor mindazt, amit itt elmondtam, ilyesmit is végig gondolok, hogy vajon elfogynak-e azok, akik még esténként legalább egy vagy két verset elolvasnak, vagy képesek vagyunk-e arra, hogy megnyerjük a verseket nemigen vagy nem olvasókat a vers szeretetének. Annál szebben, ahogy egy költő összerakja magyar szavakat, nem tudunk beszélni, nem vagyunk képesek megszólalni. Különleges csengése, dallama, ritmusa van minden versnek. Hát mindarról nem, már nem is beszélve, amit egyébként mondandóban kapunk tőlük. 9. éve az ANK 1-es iskola színes színpadráma csoportja verselt először a 3-as buszon, majd a Kossuth téren, aztán a Széchenyi téren, végül pedig a Jókai téren. Ezt követően 4 helyszínen 8 pécsi költő verseit hallhatták az érdeklődők. A Kossuth téren, a Széchenyi téren és a Jókai téren. Saját költeményeiből felolvasott Albert Zsolt, Hajnal Éva, Hegedűs András, Karádi Kázmér, Major Petra, Márkus László, Nagy Bandó András, Pelka Sándor. Kortárs költők megzenésített verseit és saját szerzeményeit énekelte Villut András zeneszerző. Az est zárásaként a Zarándok galériában verseltek a literatúra költői, így emlékezve József Attilára a költészet napján. Dévényi Sándor építész munkái beköltöztek a pécsi galériába, persze csak fotókon, makettek formájában. A kiállítás a 70 éves alkotó különböző léptékű a várostervtől a kilincsig ívelő, az építészeten messze túlmutató koncepciókat is magába foglaló életművének legfontosabb munkáit tárja a látogatók elé. Ismerős épületek képei a falakon a pécsi galériában. Vannak közöttük pécsi és más településről, vagy éppen a fővárosból származó fotók. Ami összeköti őket, a tervező személye. Dévényi Sándor, Kossuth és Ybl Miklós díjas építész eddigi életműve képekben, makettekben, rajzokban. Ennek egy szomorú apropója van az, hogy 70 éves elmúltam, és eredetileg a pesti Vigadóba illetve ez egy koprodukció, a pécsi zsolnai örökség és a pesti Vigadó közös műve, ez a kiállítás, ahol a Vigadóban volt az év elején, és most Pécsre is hazahoztam ezt a kiállítást, kicsit kiegészítve skicekkel, inkább pécsi vonatkozású dolgokkal.
A kiállítás felépítését úgy találtam ki a kurátorommal, Lénes Eszterrel együtt, hogy ha már megadatott nekem az a szerencse, hogy egy világmodellt tervezhettem és építhettem, akkor az van a kiállítás központjában. Ez a világmodell, ez a makett, amelyik a Budapesten, a Szent Gellért téren a Földnek és a kozmosznak tulajdonképpen egyfajta leképzését akarja jelenteni. E körül pedig ezen kívül még három fontos munkámat raktam ki, amit fontosnak tartok. A Kékesdi templomot, amelyik egy egyházi létesítmény, ami minden építésznek hát álma, hogy egy ilyet tervezhessen, hiszen itt egy ilyen munkában testesül meg legtisztában az építész médium szerepe. Az építész a megbízó és hát a megvalósítás között egy médium szerepet tölt be a rajzok elkészítésével. Ez azonban a templom több, mert itt a közösség Istenhez akar eljutni, és ebben az építész segítségére van. A másik munkám a Dráva-Szentesi Dunadráva Nemzeti Park fogadó épülete, ahol a természeti környezetbe illeszkedést próbáltam megvalósítani, és sikerült is, úgy gondolom. És a negyedik pedig a legfontosabb, a pécsi belváros rehabilitációhoz kapcsolódóan, ahol a János utca 8 és 12 kis lakóépületnek, a társasháznak a megépítése, ahol azt próbáltam megfogalmazni, hogy hogyan tudjuk megóvni az örökségünket, de a mai élet számára is használható, aktualizált módon továbbépíteni. Tehát folytatni a teremtést, hogy Makovec Imrét idézzem, mert hiszen ezt a világot mi az Istentől kaptuk készen, sajnos csak rontunk rajta. Na most ennek minél kisebb rongálást végezzünk, talán ez az épület erre egy kísérlet. Ugye én már, hogy elértem ezt a kort, ezt csak a jó Istennek köszönhetem, meg a barátaimnak, akik segítettek, és a családomnak. Én azt hiszem, hogy az a normális, ha az ember ezt természetesen fogadja. De hadd mondjam el egy mai élményemet. Kassai barátom a Főnix szállóba szálltam meg, amit én terveztem a lakodalmas házba, és mit látok, hogy a web jelszava ez a... Ezt elérni azt hiszem egy különleges adottsága a sorsnak. De nem csak egy wifi jelszó dévényé, hanem egy igazi fogalom. Hiszen aki Pécsen él, tisztában van azzal, hogy hol található dévényi ház a városban. Az összetéveszthetetlen stílusjegyek az épületein kiemeli ezeket az alkotásokat a városképből. Dévényi Sándor életművéből nyílt kiállítás május 5-éig látogatható a Pécsi Galériában. Több ezer éve már, hogy az emberiség életében megjelent a sör. Fogyasztása a kultúrtörténet része lett, az ókori törvénykönyvektől és mítoszokon át a modern embert elérő reklámokig. A sörkészítés eszközeit és fogyasztásának körülményeit mutatja be a Janus Pannonius Múzeum új tárlata. A megnyitón az is kiderült, hogy az egyiptomiak szerint a sörnek köszönheti létét az emberiség. Ez sör. A sernevelőtől a sörgyárig. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Pécsi Múzeum Galériában április 17-én. Itt a sörfőzés alapjaitól a fogyasztás különböző használati tárgyain át mindent bemutatnak a látogatóknak. A kiállítás tulajdonképpen a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, illetve a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum országos vándor kiállítása, amely megpróbálta feltárni a hazai sörgyártás, sörfogyasztás kultúrát. A múzeumunknak feladata az, hogy az élelmiszeriparral, azon belül az italkultúrával foglalkozom, pláne most, amikor gasztroforradalom van, tehát mindenképpen mi felvállaljuk ezen kiállításokat, illetve ezeket a témákat népszerűsítve bemutassuk a látogatóknak, hogy hogyan készül a sör, mióta iszunk sört, mik a magyar hagyományai a sörkészítésnek, kultúrának, és természetesen valójában ez a kiállítás egy interaktív tárlat, ahol a látogató megnézheti, megfoghatja a sörgyártás alapanyagait,
Ezen kívül ismertetést adunk a hazai sörgyártás, sörkészítés technológiai rejtélyekbe. Tehát nagyon sok eszközzel, látványos bemutatóval, tárggyal találkozhat itt a kiállításon a látogató. Sörös vagy boros a magyar? Erre szintén választ kaphatunk a tárlaton. A kérdés valóban egy találó. Azt kell, hogy mondja, hogy mindkettő. Itt a kiállítás kurátora, illetve a kutatók megállapították, hogy ez nem egyértelmű, sőt kifejezetten konkurenciái voltak a borászok, a borkészítők és a sörkészítők egymásnak. És azt kell, hogy mondjam, hogy időszakonként változó, hogy mik a trendek. Ha abból indulunk ki, hogy ma azért a sörkultúrának, a kézműves sörfőzdéknek van egy hagyománya, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a 18. században is ugyanilyen hagyomány volt, hiszen a kiállítás egy esettanulmányon keresztül mutatja be a kunszentmártoni helyi kézműves kisüzemi sörfőzés történetét, és aztán amikor a filoxéra beütött a 19. század végén, akkor látható, hogy a borosok egy kicsit háttérbe maradtak, és aztán az osztrák sörfőzők, osztrák cseh sörfőzdék pedig felvették a versenyt, a piacot, sörgyárakat alakítottak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettő koronként változó, de tradicionálisan boros és sörös a magyar nemzet. Pécsen működik az egyik legrégebbi hazai sörgyár, de már korábban is készítették ezt az italt a városban. Valójában ez egy fontos szempont volt a kiállítás kurátorjának, hogy olyan városokba vigyük el a kiállítást, amely a hazai sörkultúrának meghatározó elemei. Ugye a pécsi sörfőzés az egyik legrégebbi, legalábbis források szerint tudjuk, hogy itt középkor óta folyamatosan főznek sört, isznak először a gyógyászati célra, aztán később már a gyáripar is megindul, és a mai napig is létező pécsi sörgyár 1848 óta folyamatosan állja a versenyt, és mind a mai napig ismert márkáival lehet találkozni, és hát pécsi sörnéven vagy szalonsörnéven azért az emberek ismerik. Ez egyébként a legkisebb gyárunk, ha úgy vesszük Magyarország tekintet és piaci részesedés tekintetében is, de annál értékesebb, izgalmasabb a története, és főleg itt a helyi hagyományokból kiindulva igyekeztünk itt a Janus Pannonius Múzeummal együttműködni, és a pécsi sörfőzés hagyományait is bemutatjuk tárgyakon keresztül a tárlaton. Komoly kultúrtörténete van a sörkészítésnek, fogyasztásnak. Valóban a sör az emberiség kultúrtörténetének egy nagyon-nagyon fontos szelete, és most ebbe a kiállításba egy kicsit áttekinthetjük ezt a történelmet. Nyilván nem a teljes 8000 esztendőt, amire visszatekint ez a kulturális vívmám találmány. Minden esetre nagyon-nagyon korai mitológikus hagyományok beszélnek a sörről, elsősorban pozitívan értékelik. Egyes helyeken, így például Egyiptomban, ez a napi étkezésnek is a része lehetett, védőitalként használták a sört. Egyébként későbbiek folyamán, akár a újkor folyamán Európában is hasonló szerepet tudott betölteni a sör. Mindamellett, hogy élvezeti cikk volt, egy nagyon fontos gazdasági vonatkozása is volt. Olyannyira, hogy már az ókorban, mindig ezt szoktuk mondani, a híres Hammurábi törvényoszlopán is szerepel a sörhamisítás ellen bizonyos rendszabály, ami azt jelentette, hogy az a sörfőző asszony, vagy sörös asszony, aki hamisítja a sört, vagyis a búza árához képest leviszi, azt tessék vízbe dobni. Egyszerű volt, és kíméletlen volt a szankció, de minden bizonyos szükség volt rá, és annyira elterjedt volt a sörivás, hogy szabályozni kellett a kereskedelmét, szabályozni kellett a minőségének a megtartását is. Az emberiség még a létét is a sörnek köszönheti, egy ókori mítosz szerint. Nyilván az alkoholhoz nagyon sokféle mítosz kapcsolódik, akár csak a germánok, ha gondolunk ott a Valhallában, patakokban folyt a sör, de ha visszamegyünk az ókorba, megint csak Egyiptomba, ott pedig olyan mítoszokról van tudomásunk, hogy az emberiségnek a fennmaradását is gyakorlatilag a sörnek köszönhetjük. Tudnélik, a bosszúálló Háthor istennek az erejét elvette az, hogy Ré vagy Rá isten adott neki egy jó adag sört, és ettől ellágyult. Ettől a dühe odaveszett, és így az emberiség megmaradt. A kiállítást augusztus végéig láthatják a Káptalan utcai kiállítóhelyen.
a képtárat látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!